Nagy szeretettel köszöntelek a kondicionáló tornán ma is. Egy nagy, széles terpeszállásba kezdjük a mai tornát, és a belégzéssel nyújtózd meg jól, kilégzéssel engedd le a karokat, és ezt ismételném meg háromszor. Told le végig a talpadat, és telítsd meg a tüdőt friss levegővel. Majd tartsd nyújtva a karokat, és felváltva, mintha meg akarnád érinteni a plafon, nyújtózz a magasba, és élvezd, ahogy a törzs két oldala kinyílik, megnyúlik. Engedd le a két kezedet majd, te csípőre a kezed, és párszor guggolj le. Figyelj arra, kérlek, hogy a lábujjak felé menjenek a térdeid. Farizmodat feszítsd meg minden alkalommal, amikor felállsz. Vagy maradj lent, és egy picit told el a súlyt jobbra-balra, figyeld meg, hogy a csípőd hogy van ma, kicsit helyezd át a testsúlyodat. Aztán told le a két tenyered, komoríts, kilégzéssel pedig domboríts. Mozgasd át a teljes gerincedet, de kibújnál valahonnan, bebújnál valahová. Majd állítsd meg, és vagy a tenyered, vagy pedig a könyöködet tedd le az egyik lábadra, belégzéssel nyisd a kart, kilégzéssel engedd le, csavarás. Figyelj arra, hogy a mellkast is vidd bele ebbe a kar mozdulatba, mindig kövesse a mellkasod a kezedet. Az utolsót tartsd ki egy kicsit hosszabban, lélegezz, és aztán engedd le. Belégzéssel megint humorítunk, kilégzéssel domborítunk. Jól mozgasd át a gerinced. Még egyszer utoljára belégzés, és kilégzés, húzd a köldököt. Jó, majd jön a másik oldal, támaszd le a könyöködet, és nyújtsd a másik kart föl a magasba, és le magad elé. Nem muszáj leérned a talajra, maradjon most nyújtózkodó a hátad, ne görnyedj ebben a gyakorlatban. Fent. És tartsd meg aztán. Ha lehet, akkor nézz a magas kéz felé, és aztán engedd le a kezed, megint old ki a gerincedet homorítással, domborítással. Lélegezz. Innen pedig egy jó leső előrehajlás, lábak párhuzamosak, és egy kicsit lazítsd el a felső tested, mintha ronybaba lennél. Belégzéssel gyere, nyújtózd meg, kilégzés, engedd le a kart, és csavarások következnek. Fogd meg az ellentétes csípődet, nézz hátra a fül. Füledet forgasd el, és közben nyújtózkodj a gerincoszlopoddal fölfelé. Majd rá is fogunk fordulni, emeld a sarkadat, fordítsd rá a lábad, térdet behajlíthatod már. És ugyanúgy fogd meg mindig az ellentétes csípődet. Lehet lendületesebben is, hogyha nem szédülsz tőle. Hajlít a térd. És gyere, és ezt a térdedet aztán, mint egy kitörést csinálnál, és csavar. Csavar. Állj meg aztán középen, emeld a két kart, egy jó leső nyújtózás, majd kilégzéssel engedd le. Gyere le a talajra, mégpedig egy alkartámaszba, tedd le a könyöködet. Figyelj arra, hogy ne süppedj a vállak közé. Köldöködet húzd hátra a gerinc felé, és biciklizni fogunk. 8-at előre, és aztán 8-at hátra. Egy kicsit mindig állítsd meg a térdeket, húzd a mellkashoz jó közel. A nyújtott lábadat pedig közelítsd a talaj felé. És aztán cseréld meg az irányt.
Figyelj arra kérlek, hogy az erőlködésben ne domborodjon ki a hasfal semmiképpen, a köldököd erőteljesen húzd a gerincet felé. Megint cseréljük az irányt, előre bicikli. És megy hátra is. Hátra lélegezz egyenletesen. Kicsit felébresztjük a hasizmokat ezekkel a bringázásokkal, emeld majd a két lábad a magasba, és gyere egy négykézláb helyzetbe, előtte megnyújtjuk a hasat, komoríts, és aztán kezek a vállak alatt, térdek pedig a csípő alatt, egy asztal helyzet, vagy négykézláb helyzet. Innen a jobb lábadat tolt hátra, és a kilégzéssel húzd a térdet közel. Figyelj most arra kérlek, hogy ne legyen domborításban a hátad, hanem végig, mint egy asztal lapja. Majd ha mehet tovább, akkor ellentétes kézzel nyújtóz és érintsd a lábad. Nyújtóz és érintsd. Ha még szeretnél nehezíteni, le is hunyhatod közben a szemed, lesz még egy pár ismétlés. Ha gyors a tempó, nem kell ezt követned, hallgass saját tempódra. Kettő. És az egy. Az utolsót tartsd meg majd, kezed lábad, és nagyon pici és gyors mozdulatokkal kezd el mozgatni a karodat, lábadat. Lélegezz közben egyenletesen. Figyeld meg, mi történik a törzsedben, nyújtózz el, és kilégzéssel engedd le. Hosszan így hátra, sarokülésbe, kicsit lazítsd el a hasad. Fújd ki a levegőt. Gördülj majd fel négykézláb helyzetbe, másik oldal következik, bal láb, told a sarkat hátra, aktív a lábfej, kilégzéssel húzd a térdet, told és húzd. És ha jöhet tovább a gyakorlat nehezítése, akkor ellentétes kézzel is nyújtó, Superman, és megérint a térd. A hátadra képzelj végig egy gyönyörű megterített asztalt. Próbáld mozdulatlanul tartani most a hátad. Gyere, nincs már sok. 3, 2, és aztán tartsd meg. 1. Gyors kicsi mozdulatok kézzel, lábbal, mindegy, hogy mit csinálsz, firkálj a kézzel, te lábaddal, nyújtózd meg, és a kilégzéssel engedd le. Hosszan ülj hátra, lazíts. Fontos, hogy az aktivitás után megjelenjen egy passzivitás, egy pihenés, amikor fel tudja dolgozni a test a gyakorlatot. Gördülj majd innen fel, és egy lefele néző kutya helyzetben nyújtsd meg jó ízűen a lábakat, gerincedet, tegyereidből tolt hátra magad. Majd aztán gördülj fel álló helyzetbe. Magad mögött legyen hely. Körülbelül csípő vagy vászélesen állj, és az öklöket tedd össze. Figyelj arra, hogy legyen a mellkas előtt egy tér. 8-ast fogunk rajzolni, mintha eveznénk a vizen. A könnyűbb rajzolja a 8-ast, és vidd bele a törzsedet is. Mintha a mellkas, a szegcsont közvetlen követni az öklöket. Hátra lépünk az egyik lábbal, és ellentétesen pedig az evezés. Mikor a jobb lábbal lépsz hátra, balra evez, mikor a bal lábbal azért lépsz hátra, akkor pedig jobbra evez. Ez teljesen egyénfüggő is lehet, mennyire tudsz hátra lépni. Csináld a tőle telhető legjobbat. Mindig
kilégzéssel, lép hátra, belégzéssel, vissza. Maradjon magasan a hátul lévő sarkad. Innen gyere, nyújtózz majd meg, engedd le a két kezed, hajlítsd a térdeket, és fontos, hogy a hüvelykujjat kifelé forgass, tehát a nyerekkel, mint egy tálcát tartanád, az megnyitja a mellkast is, egyenes lesz a hát. Ülj bele, vagy innen emelgetjük felváltva a sarkad, és kis rugó, lent, 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 emel, telítal, emel a másik, letelítal. Az a jó, a combodban már meleget érzel, kettő, és az egy, a másik oldal, és csak tartsd meg, telítalt, amíg lent van a sarkad, addig ülj bele, lélegezz, itt várakozunk egy picit, és aztán nyújtózz jól meg, emeld a kart, kilégzéssel enged le, és rázd le a lábaidat, rázd ki belőle a feszültséget. Majd kicsit rugózni fogunk, ha szeretnél, akkor ugrálj bele. Jó, ez egy lendületes ugrálás, használd a karjaidat, lóbáld előre, hátra, kicsit megemeljük a pulzust. Ha ezt soknak érzed ma, akkor nyugodtan maradhatsz a rugózásnál, nem kell elrugaszkodnod a talajtól. Jó, és aztán állj bele, egy szumó terpeszállásba, térdek nem, mint a lábújak felé néznek. Innen hajlások következnek, törzs oldalsó részét erősítjük meg, először csak egyszer-egyszer, megfogva az ellentétes csípőt, majd háromszor lesz kicsi, kettő, egy, és aztán nyújtózz bele, ez a negyedik. Vissza közé, és megint három, kettő, egy, nyújtózz bele, és vissza közé. Na még három, kettő, egy, nyújtózz jól bele, vissza közé, és 3, 2, 1, nyújtózz bele, és vissza közé. Gyakorlat alatt kérlek végig állj mind a két talpadon, tehát nem kell eltolni a testsúlyodat, derektől lefelé, mint a szobor lennél. Csak a törzs hajlik, erősödik. Majd ha egy nehezítést szeretnél a negyedikre, emeld hozzá a másik kart is. 2, 1, nyújtózz mind a két karral, és együtt hozd vissza őket. És 3, 2, 1, nyújtózz a másik karral is, vissza közé. És 3, 2, 1, nyújtózz jól bele, vissza közé. Na még? Fontos, hogy ne tartsd bent a levegőt. 3, 2, 1, belenyújtózunk. Lassan engedd le a két kezed. Nagy terpesz, előrehajlás, és csak lazíts. Jó nagyot sóhajts. Innen elsétálunk a bal lábunkhoz, és ez esetben a jobb kézzel nyújtózz nagyon. Annyira, hogy érzed, hogy megnyúlik a jobb oldalad. És itt egy kicsit át is helyezheted a testsúlyt a jobb láb felé, vissza. Majd a másik láb felé áll a két kéz. Bal oldaladat is nyújtsd meg ugyanígy. Fogd meg kívülről a bokádat, és nagy, széles terpeszben előrehajlás. Hogyha ez neked sok lenne, akkor csak támaszkodj egy székre, fogj egy széket, vagy valamilyen magaslatot, nem kell, hogy a földig érjen a kezed. Csak lazítsd el a lábak hátulsó részét. Innen pedig egy mély guggolásba jövünk, lábfeje kicsit kifelé néznek. Tedd össze a két tenyered, mint ha imádkoznál, és a könyökökkel finoman segítsd kifelé a térdeket. Csípőnyitás. Ha nagyon labilis és nem ér le a sarkad, akkor tegyél egy feltekercselt törölközőt, vagy akár jóga matracot a sarkak alá, és próbáld ki úgy ezt a nyújtást.
lehet, hogy jobban bele tudsz lazulni. Gerinc nyújtózkodó, nem pedig hátraülünk. Lehet egy szélesebb terpeszben a láb, hátul a két kéz, és csak finom csavarásokkal engedd le a térded jobbra-balra, lapozva a lábakat. Majd egy C-ülést vegyél fel, most mutatom szemben, a bal láb legyen elől, a jobb láb hátul, és aztán fogd meg a jobb bokádat, ha lehet, akkor még lépj egyet hátrébb a térdeddel, a combot fogjuk megnyújtani, húzd magad felé, az ülőcsont felé a sarkadat, és ha lehet, akkor lassan hajolj a bal térd irányába. Mély légzések, nagyon fontos a nyújtás közben. Lassan bontsd a helyzetet, és ezt a jobb lábat hozd előre, fogd meg ott, ahol kényelmesen eléred, és nem kell feszengened amiatt, az lehet, hogy a bokád, lehet, hogy inkább a térdhajlat, nyújtsd ki, és aztán lassan húzd el ellentétes irányba. Kicsit a külső csípőt fogja ezt nyújtani. Majd visszaemel a láb, engedd le, és másik oldal, most a jobb láb lesz elől, bal láb hátul, Z-ülés. Fogd meg most a bal bokád, egy picit lépj hátra a térdeddel, és itt is attól függően, hogy mennyit enged a bal comb, ugye előső része, kezdj el bele dönteni jobb térd felé. Mély kilégzések. Innen emelkedj vissza, nyújtsd előre a lábad, megint ott fogd meg, ahol te eléred kényelmesen. Húzd egy kicsit magad felé, és aztán húzd át magad előtt keresztbe ezt a lábad, kicsit a külső csípőt nyisd, nézz el a váll fölött. Visszaenged a láb, megnyújtjuk a hátat is, kapaszkodj bele a térdeidbe, és gömbölyítsd a hátad, mint egy nagy labda lenne a hasad előtt. Kicsit jobbra-balra elmozdulhatsz. És aztán talpakat tedd össze egy pillangó tartásban a láb, belégzéssel nyújtóz a karral, tedd le az egyik kezed, és oldalra hajlás. Ha kényelmes, akkor tedd le a könyököt, de nem kell erőltetned semmiképp. Innen pedig hajolj előre. Középen is gömbölyű a hát, lazítsd a fejed. És aztán a köldöködet húzva emelkedj fel, nyújtóz egy nagyot, és a kilégzéssel másik oldalra hajolj el. Lélegezz a nyújtózkodásba. Lassan gömbölyödj előre, érezd a fej súlyát, sóhajts nyugodtan ebbe a pillangó ülésbe. Gördülj fel, nyújtsd a kart, és a kilégzéssel engedd le. Köszönöm szépen, kedves egészségedre! Az online program a VECOP 7.2.2 kötője 17 kötője 2017 kötője 00-04-es számú a Zuglói Lakosság Egészségfejlesztése című projekt keretein belül valósult meg. A videó készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.